Szorgalmasan vitték a gazdák kutyáikat az eboltásra. A szervezett védőoltás nagyon hasznos, hiszen az állattartóknak így nincs más dolguk, mint kiválasztani egy időpontot és egy megadott helyre elvinni kutyájukat. Györfi András Bolyhos nevű kis kedvencét hozta el beoltatni. A bundája alapján neveztük el Bolyhosnak, a gyerekek nevezték el őt, és ez a kutyus ez egy fajtiszta puli kutya, nagyon szabad, szabad ember, ő szabadon van az udvaron, cicával barátságos, de rendkívül érzékeny, tehát ha járókelőket jönnek a kapu előtt, akkor ő aztán mindig ott van a kapunál, megugatja, tehát jelzi, sőt, azt is másképp jelzi, amikor jönnek a családtagok. A kutyagazdája arról is beszélt, hogy miért tartja fontosnak a védőoltás beadatását. Természetesen ez nagyon fontos dolog a kutyáknak is, meg hát ugye vannak olyan veszélyesebb kutyák, tehát az embereket megharapja, akkor viszont veszélyt jelenthet a veszettség. Tehát sajnos a nagyobbik fiamat egyszer gyerekkorában megharapta, bizony sokáig kellett kutatnom, mire a tulajdonost megtaláltam, hogy nem volt-e veszett, mert be kellett volna például a nagyobbik fiamat oltani. Iskolából jöttek haza, és elszabadult a gazdától a kutya. Tehát ezért is fontos, hogy évről évre beoltassuk kedvenceinket. Az állatorvos a másodperc tört része alatt adta be az injekciókat az ebeknek. Utána minden kutya oltási könyvébe feljegyezték az információkat, és odaadták a féregtelenítő tablettákat is. Az az igazság, hogy ennek már csak, illetve úgy mondom, hogy hagyományai vannak, és ezért csináljuk, ezért folytatjuk. De ha megnézzük a beoltott ebek számát ilyenkor, bizony nagy mértékben lecsökkent az oltott ebek száma. A védőoltás beadásának semmilyen kizáró oka nincs. Életkortól, fiziológiás állapottól függetlenül minden állatot be lehet oltani. A kutyákat 3 hónapos kortól kell oltatni. Cservény Antal beszélt a mikrocsip eredményességéről is, arról, hogy a csipnek köszönhetően rengeteg elveszett kutya előkerült az elmúlt időszakban. A mikrocsip beültetése egyébként kötelező, csip hiányában veszettség elleni védőoltás sem adható. A veszettségről tudni kell, hogy egy olyan zoonózis, ami halálos kimenetelű, hogyha nincs időben kezelve. A veszett állat egyébként az jellemző, hogy állandóan megy, és emiatt csapzottá válik, nem fogyaszt vizet, tehát a víz csobogására is ilyen agresszivitási reakciót lehet kiváltani belőle, nyázás jellemző, és ami a legjellemzőbb, az agresszivitás. Ha valakit vélhetően veszett vagy gazda nélküli állat harap meg, azonnal orvoshoz kell fordulni, hiszen a veszettség egy visszafordíthatatlan fertőzés, aminek fulladásos halála vége. Az ebeket a védőoltásra egészen május 19-ig lehet elővezetni. Az időpontokról és a helyszínekről a www.ceglédinfo.hu oldalon tájékozódhatnak.